60 év fölött már az 5 évek is nagyon kerekek, és hogyha megengedné a vezetés, egy nagyon szerény kis oklevéllel átadnám elnök úrnak, és hát Fűrész György, a Magyarországos Horgász Szövetség ügyvezető elnöke oklevelet nyújtott át az Eger és Vidéke Horgász Egyesület vezetőségének munkájuk elismeréseként, amely fennállásának 65. évét ünnepelte. A jubileumi emlékülésen az Egyesület története mellett az állományszabályozásról és az új horgászbarát törvényről is beszámoltak. Az a lényege, hogy a hangsúly a törvényen belül a vizek halgazdálkodásának két dologra irányul. Az egyik a hal védelmére, ez azt jelenti, hogy a halból sok legyen, tehát itt az ívóhelyek védelmétől a szaporodásig, a felnevelésig legyen hal. A másik, hogy ezt a természetes vizekben lévő halállományt meghatározóan horgászattal kell hasznosítani. És a horgászatnak az a lényege, hogy esetleg a horgászturizmus is még aktívabb legyen. A horgászat megismertetését a gyermekekkel is hangsúlyozták, de nem csak a halfogást emelték ki, hanem hogy miként működik egy vízi életközösség, így a gyerekek a horgászat közben az élővilággal is megismerkedhetnek.